Hellóztok! Sziasztok! Köszöntünk szépen mindenkit itt újra egy újabb Stardew-val is epizóddal. Viszont még itt a részelején gyorsan engedjetek meg megint csak egy gyors kis bejelentést, ugyanis most szombaton 23-án megrendezése kerül a Zalaegerszegi Gamer Expo, amin mi is ott leszünk, úgyhogy ott is tudunk találkozni. Lesz egy csomó program és lesz egy csomó színpadi előadás is, mi 12:30-tól és 14 órától leszünk megtalálhatók kétszer is a színpadon. Nagyon szívesen várunk oda mindenkit és tökre örülünk, hogyha eljöttök. És elkezdődött az Ice Festival, amire hát mi is meghívottak vagyunk, úgyhogy mi lenne, hogyha először még most itt a rész elején, hogy ezzel fejeztük be az előző részt, lecsekkolnánk, hogy mégis mit tud nekünk ez a fesztivál. Jó, egyébként vicces lenne, ha téged nem engednének be. Igen, az milyen lenne már? Na hát, jégszobrászkodnak. Dat körte. Igen, ez egy nagyon swag jóló körte. Ha. Ezt figyeld, itt lehet pecázni! Ó, és tényleg? És nem lehet csúszkálni? Igen, de király lenne, hogyha lehetnek korizni, nem? Igen, meg hó embereket is építettek, mondjuk ez elég randa. Fúj, tényleg elég csúnya. Ez a hó nagyon hideg, nem is érzem az ujjaimat. Ez olyan, mint Gyöngyi a síelős videóban. Aki még mindig nem nézte meg, annak továbbra is link a leírásban, meg egyébként is csekkoljátok az IceLoxot csatornát, meg lehet ott nézni. Nézd, itt meg lehet nekik mondani, hogy milyen hóembert építsenek. Ó, jaj, hogy ezek még nem készültek el teljesen. Igen, azt mondja, hogy legyen egy klasszikus, aminek répából van az orra, van rajta top hat, meg egy sál. Aha. Aztán lehet valami funky, mondjuk legyen jégcsapokból antennája, illetve lehetne tobozból a szeme. Aha. Illetve az lehet még opció, hogy a hóemberek unalmasak, találj ki valami mást. Hát a kis csajd mellettem azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy répából legyen az orra, úgyhogy... Legyen a klasszikus? Szerintem legyen a klasszikus, jaj. Vili? Ó, megkérdezett, hogy fishingelni nem akarok-e. Hát, hogy őszinte legyek, én nem vagyok jó horgászatban. Ezt én akarok, meg. Hello, Vili! Hát akkor egy kis gyakorlásra van szükségét, azt mondta nekem a Vili bá. Én azt mondom neki, hogy hogy igenis, még le is foglak győzni. Köszöntelek téged a Jégfesztiválon. Igen, szóval mindjárt hamarosan kezdődik ez a jéghorgászat vetélkedő, te befagyott tónál, ami tele van hallal. Attudtomra, hogy készen vagy, és kezdjük is. Elkezdte egy... is fogsz horgászni? Szerintem igen. Na nézzük, hogy körbeálltuk ezt a tavat. Na, hát akkor kezdjünk el ebben a újra vetélkedőben, ebben az évben horgászt. Azt, ami... ez milyen fordítás volt. 2 perc alatt kell a lehető legtöbb halat kifogni, és ők biztosítják nekünk a horgászpotot. És csak ezekből a lyukakból lehet, igen. Mindenki készen áll, persze, csapassuk. Kezdődik. Jó, gyorsan. Hogyan kell horgászni amúgy? Várja, én nem kaptam horgászpotot. Andi, ja, de, oké. Okay. Csinálom, oké. Okay. Shit, mire bedobtam, te már ki is húztad. Várjál, nehéz amúgy ezekbe a kis lyukakba bedobálni. Gyerünk! Azaz! Egy. Ó, milyen halat fogtál? Nem tudom, nem számolják. Érdekes, hogy még a Pem is horgászik. Pedig ő egy ittas állat. Na is akkor, hát horgászáshoz egy jó sör. Szerinted nem azért jött? Gulyás de, meg sör. Amúgy lehet. Ez van minden horgászversenyen. Lehet. Na, túl nehéz, Andi, túl nehéz. Ez elég idegörlő, én tudom, de hidd el, hogy megéri. Nem éri meg, ez borzasztó érzés, esküszöm a bányában jobb lenni. Hú, 3-nál tartok, a fenébe is le is járt az idő. Hát nekem pont 3 hal van abban a vödörben. Ó, oh, ez egy nagyon csomó hal. Ez a szag. Nem olyan büdös? Na, az év győztese pedig... Na? Andi! Yes! 8 nagy hallal! Ez az! Na, legyőzted a Willit! Itt van a... De jó, hogy végre valamelyikünk legalább megnyertem. Itt van a jutalmad. Wow! Végé is van az Ice Festivalnak. Köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött. Most pedig elengedhetjük a halakat. Kaptam egy sapkát. De jó. Vajon tud is valamit, vagy csak dekoráció? Nem tudom, szerintem csak dekoráció, meg egy csomó horgot, meg ilyesmiket. Na, az jó, ez viszont tényleg jó, az hasznos legalább. Nem a közös pénztárcából megy el majd akkor az a sok pénze, sok horogra. Nekem ki is írta itt most alul, hogy el sem hiszem, hogy nyertem, azt hiszem itt az idő hazamenni. Na, azt figyeld, milyen sapkám van. Oj, te jól néz ki. Menő, hát, mi? Ezért már megértél.
Ilyen Willy, neked nincsen? Willy milyen csalódott lehet amúgy, nem? Szerintem most már csak drágábban fogja nekem adni a cuccokat. Tényleg amúgy. Na gyere Cica, aludjunk! Na jó napot kihányok! Szeretném upgrade-elni. Én nem szeretem, amikor valaki ezt mondja. Én is hogy lehet ilyet, hogy lehet ilyet mondani, hogy jó napot kihányok? Ez annyira béna. Bocsánat, csak a Kovácsnak valahogy kellett üdvözölnöm. Valahogy tényleg nagyon kellett ezt a Kovács üdvözölni. Nem akarok belekötni, és nem is vagyok biológus, de szerintem két tehénből... Tudom, ez nekem is megfordult a fejembe, de különben meg tudod, hogy nem lehet csak nőstény állatokat venni, szóval... Mi legyen nem akkor lehet most? Márnitól egy jó erős pikát bérelni? Ezt miért kellett így kiemelni, hogy jó erős pikát? Szeretnék egy jó erős bikát bérelni tőle. De csak bérelni? Hát, hogy igen. Múltkor játszottam egy játékkal, borzasztóan nyomasztó volt, és ott például lehetett kölcsön kérni olyan kecskét, ami nem nőstény kecske volt. Aha. És akkor születtek kis kecskéim. Értem, nem kell folytatni. Hát lehet amúgy, hogy kölcsönbe mérne. Márinak biztos van egy jó bikája. Az biztos, és úgy hívják, hogy polgármester. Louis. Louis, igen. Na, bikát szeretnék, nagyot. Nagyon rosszul hangzik, Andi. Nem izé... Kau kell nekem, hanem... Mondom, hogy csak nőstény állatokat lehet venni. Tiszta szar. Supply shop esetleg itt. Supply shop, hallod? Asszonyság. Shears. De nekem nem az kell. Hát mondjuk egy ilyet azért veszek. Azért ne kerüljön olyan sokba, mert én meg szeretném fejleszteni a pikexemet, hogy ki tudjuk szenni ezt a... Tudod mit? Egy hal visszahozza ezt a pénzt, amit jól most vásárol. Jól van. Csak tudod, amikor egyszer csak megindul a manink lefele prögve, akkor mindig megjedek, hogy ajaj, vajon mi készül most. Ó, egy újabb secret note! Király! Shellő show. 1, 5, 4, 2, 3. Tessék? Ezt írta a note. Ez most nem és térképet adott. Nem tudom. Egy nagy láda. Ó, egy újabb, egy space boots. Meg valami új helyszínre is értem lesz, de még ez a bánya folytatódik itt lefelé valami. Ja, itt megint csak más a terület, de ide majd máskor. Azt a mindenit. Hű, hát ezeket majdnem kicsináltak. Jövök vissza. Ide kellene berakni a kévkerotot, vagy a kókusz, vagy amiket hoztál. Jó. Középső? Mhm. Uh-huh. Kévkerot, meg egy juharszirup. Juharszirup és kévkerot. Panel completed. Oké. Okay. Ajándék. Hát egy kis cookingos dolog. Csemege. Igen. És akkor volt nekünk még a fa. Meg a kő, meg az ilyenek. Én a kőből ledobok egy adagot. Tessék. Jó. Ez pont egy lépcsőnek az ára, amit kért egyébként. Elég sokba kerül egy lépcső. És kész. Nézd meg mennyi van már megint. Mi boldogan segítünk neked. Végül is ez a mi házunk. Hát akkor mi segítünk nektek. De majd tényleg tök jól megcsináltak. És megint a kedvenc zeném. Tök jó. Hát ez gyönyörű. Kíváncsi vagyok, hogy most ki tudja elhozni a csillagot. Vagy megint elakad vele. Most sikerült neki. Csak az előzővel akadt be. Az túl nagy volt. Hozzá a kis csillagját. Én meg inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ezek holnap mit fognak felújítani. Elmetek valami hidat fognak megjavítani. Nézd meg követ. De aranyos. De rohadtul aranyos. Pattog utánad a kis alma. Nagyon aranyos. Ezt észre se vettük eddig. Hát ez nagyon király. Már három csillag is megvan, a felénél járunk. Tök jó, és még csak az első év telt el. Ha. Ja, egész ügyesek vagyunk. Ja, ez tök jó. Na jó, én megyek vissza, és akkor kíváncsi vagyok majd, hogy mit javít meg. Na, hello. Hello. Nézzük meg azt a fürdőt. Ha. Melyikben volt az elzárt ajtó? Hát, ha esetleg ehhez kell az a kód. Itt fent. Ez be van zárva, de nagyon büdös. Nálad esetleg a nőiben nincs esetleg valami... Nincs, megnéztem a női öltözőt és semmit nem találtam. Egyetlen egy dolog sem, amihez kellhet. Mermaid nem. Show. 1, 5, 4, 2, 3. Betűket is jelenthetnek. Az 1 az I, az 5 az S, a 4 a A betű,
Vagy hogyha visszafelé olvasod, akkor lehet easy. Easy? Aha. Ha. Ó, oh, szia, még nem is láttalak. Szia. Itt ilyen fürdő közegben. Én már feltöltöttem magamat. Ó, oh, jó, hogy itt tölti az energiánkat a víz. Nézd, hogy milyen izé elégedett fejet vágsz. Flegma fejet vágok, igen. A jó meleg... Én is? Én is, igen, de jó. Éppen belepisílsz, úgyhogy megyek is ki. Tényleg olyan fejem van, mint aki éppen megkönnyebbült. Ez olyan, mint a öregeknek a, az a termálmedence. Legveszélyesebb hely a világon. Ja. Ó, oh, és megcsinálták a hidat. Ó, nézd, ez is valami bányász terület. Igen, ez az a hely, tudod, ami ott van a Slayers Guild alatt, vagy az Adventurers Guild alatt. Uh-huh. Úgyhogy én most meg is fogom nézni. Nem, nagyon sokáig nem tudtuk, hogy hogyan lehet oda eljutni. Hm, miért ott ilyen sokat? Ez a Crystal Fruit, ez ennyire sokat él? Hm, tök jó. Úgyhogy go a bá... Ó, oh, Quarry! Feloldotta! Úgy látszik, ide is vezet rögtön Sheen. Ó, de ez igen, ez egy bányászos terület. Ilyen alapércekkel, meg egy pár ametiszt. Tulajdonképpen... Meg egy secret note. Tulajdonképpen csak egy könnyebben elérhető fenti bánya. De nem nagyon látom, itt ilyen alapérceken kívül lenne bármi más. Nagyon sok kopper van, sok, nagyon sok vas. Hát ez is valami, mert ezeket mondjuk már pont nagyon rég nem gyűjtöttem egyet sem. Úgyhogy ennek örülök, de azt hittem, hogy valami különlegesebb dolog lesz itt a túloldalon. Na jó, elindulok vissza, kiszedtem a fontosabb érceket. Útközben ezeket a kis kukacokat is begyűjtjük. Ja, meg megnézem a secret note-okat. Na, ez viszont egy egyértelműbb jelölés. Valami térképrészlet megint csak. If you can read this, come to secret woods, please bring maple syrup. Wow! Maple, nem? Maple syrup, de hogy ilyen tökre szarul írt a csáva, woodsot is U betűvel. Jó, valami secret woodsot kell megtalálni, és akkor maple syrupot készítsük be magunknak. És ott vár minket valaki, aki hátrajt ezt. Micsodát kell keresni? Secret Woods. Ilyen titkos erdő. Várjál, erre nem lehet elmenni, nem lehet, erre van a forest, mert itt van egy nagy erdő. Nézd, itt mint erre lenne egy út. Tényleg, ez itt elég forestes egy terület, itt már nem is lehet ide bemenni, annyira sűrű. Igen, azért gondolom. Lol, és tényleg el lehet ide jönni. Slime-ok, Andy! Ne! Bizony. Várjál, erre nem készültem fel. Nyug, ezek csak ilyen kis gyenge kék szlájmok. Egy medve! És nagyon be vagyok szarva tőle! Medve kettőt cippant a levegőből. Ezt mondja, ez a szag, gyere közelebb! Ki szimatolt a nyálma juharszirupot, Andi? De ő írta ezt az üzenetet nekünk? Hogy hát tudnak a medvék élni? Ez egy nagyon okos medve. Nem mindennapi, hogy... Közben te magad álltál elé horgászni. Ja, nekem itt van a medve? Igen, nekem itt van mert a kátszik. Nem látom. Most pont kitakarod a medve arcát. Bocsánat. Szóval nem minden nap beszélek emberekkel, de úgy látom, hogy te, nálad van egy ilyen kis erdőmágia benned, vagy nem is tudom, hogyan mondja, forest magic. Most te juharszirupra gondolsz, ez neked olyan hatalmas mágia? Na, most visszatérve a kis nótomra, az írásomra. Elhoztad nekem azt a jó cuccot? Neki ez drog. Tessék, itt van a, igen, a, itt van a márvány, vagy juharszirupod. Ó, de nagyon boldog lett a képen! Azt a mindenit! Ho-ho-ho! Ez a szag! Ez igazi finomság! A kedvenc szószom minden nap boldoggá tesz. Tényleg olyan, mint valami drog. És most engem akar megenni, vagy? Hogy hátrálok? Szereztél egy barátot ma, Bence. Jaj, na, akkor el össze is házasodhatsz, azt mondták, hogyha valakivel összebarátkozol, akkor az össze lehet házasodni. Van valami különlegesem számodra, amit meg akarok neked mutatni. Jó! Petó Maci! Bevisz a málnásba, Maci! Amúgy tényleg, a medve távozott és hátrahagyta neked ezt a különleges tudását. Salmon berries és a blackberries mostantól kezdve háromszor annyit élnek aranyban. Jó, oh, wow! Salmon és a blackberry-t. Jó, akkor ezt jegyezzük meg. Érdemes lesz majd elállni. Milyen jó kis cutscene volt a medvével. A legjobb haverom lett a medve. És mi ez itt fent? Ezzel még nem nagyon tudunk csinálni sajnos semmit. Ó, fogtam woodskipet. Ez micsoda? Az egyik hal, ami hiányzik a bundle-ből. Ó, és csak itt lehetett megfogni? Nem tudom.
Tök jó. Ilyet még nem fogtam, ez az első alkalom. Ilyet lehet, még nem láttál. Mivel Wood a neve, valószínűleg igen. Érdekes, hogy mindenhol van neked elrejtve egy kis tó, ahol lehet horgászni. Ha. Itt lefelé lehet menni? Igen, ott a lenti helyre hogy lehet menni? Nem biztos tudom. Lehet. Aha. De hogyan? Tudnánk. Valahol itt biztos a fák között át lehet menni, de nem vágom. Ah, itt van. Jó. És mi van itt vajon? Elkészült-e már a csákányom? Megvan! Gold pickaxe! Akkor még ebben a részben meg tudjuk nézni, mi van a meteoritban is. Remélem azt a gold... Azt lehet kinyitni? Remélem, hogy a gold már elég elős lesz hozzá, aztán lehet, hogy tökre nem. De ezért ez egy nagy előrelépés szerintem, mert 10.000 gold. Ennek a felfejlesztése plusz egy csomó arany. Úgyhogy... Kinyitogatom még a geódáinkat, és elmegyek Günterhez, adok neki egy kis ajándékot, mert neki is régen adtunk. Megvettem a Big Coop-ot? Mennyibe kerül a Big Poop? Big Poop? Big Coop? 10.000 gold, 400 fa, 150 kő. 400 fa, 100 kő? Igen. Big Poop. Igen, megveheted. Jó. Felfejleszjük azt is. Megtaláltam azt a nótot, ami itt ezt az elásott kincset mutatja. Valahol itt. Azt hiszem. Mit kell nekem itt csinálni? Ásni vajon vagy? Ó, igen. Strange doll. Pont ebből a pontból kijött. Egy nagyon strange doll. Günther tud nekem mesélni róla. Na, na jó, nézzük, reggelt. Dolgoznak-e itt. Építik azt a bánt? Mutasd csak. Vagyis kúpot. Nézd már, tojt egy tojást a Robin. Milyen ügyes, nem? Nem tudom felszenni. Megtartja magának a tojást, érted? Te se tudod felszenni? Nem. Ez hihetetlen. Eljött itt a hozzánk dolgozni, és befoglalta magának a tojásunkat. Ráült, azt mondja, hogy ki kell egy kis csibe mindjárt alólam. Elméletek ebben már majd lesz keltető, ebbe az új kubba. Na, az jó, jó hangzik. Amúgy, én meg közben szerintem ki fogom tudni majd szenni ezt. Na nézzük, hogy vajon bírja ez a csákány. És ki bírja szenni? Tök jó. Nézzük, mit adott a meteor. Egy negyedek stone, iridium ore, és 4 darab geoda, iridium ore. Azt hiszem az a legértékesebb, nem? Igen. Az ércek közül, úgyhogy... Ezt kéne talán kiégetnünk. Ki tudjuk olyan égetni? Mi kell hozzá? Egyetlen, ki lehet ezt égetni, vagy hogyan működik? Volt már 7 darabunk, úgyhogy megnézem, hogy... Ja, 5-ből lehet kiégetni. Ja, ezek szépen majd itt éjnek, aztán elkészülnek az első iridiumjaink is. Na, hoztam neked varázsló egy essence-et. Ezt kérted, nem? Rég nem volt már egy küldetés sem nálad. Na, 1000 aranyat is tud nekünk adni. Most pedig elküldött a fenébe. Micsoda? Azt hittem, hogy beindítasz valami questline-t, küldetés sorozatot most, de nem. Semmi. Még csak főzőcskézni sem főzőcskézhetek veled, pedig abban nagyon profik vagyunk. Na jó, szép. Hát, akkor én szerintem ezzel teljesítettem erre a részt, azokat a küldetéseket, amiket meg szerettem volna csinálni mindenféleképpen. Úgyhogy következő részben továbbfejlesztjük a dolgokat, teljesítünk még bundle-öket, most látom, hogy épp elkészítettél egy küldetést. Igen. Ezekkel szeretném még haladni, és meg kéne találni a maradék kis rejtét, kis trükköt, amit még írnak nekünk, illetve készülni hamarosan az őszre, az új fesztiválokra és a Black Marketre, ami nem Black Market, de nekem már csak Black Market marad. Szóval arra a Traveling Merchantra, ami hamarosan kiköt itt Stardew Valley-ben, és lehet vele kereskednünk, de csak 3 napig. Úgyhogy találkozunk majd ott, eddig is még minden jót, és sziasztok! Sziasztok!